mai videóból megtanulhatjátok, hogy hogyan készítsétek el a saját növényi tejeteket. Kezdjük is egy diófélével, azon belül a kesutellyel. Diófélékből ez a kedvencem, de használhattok török magyarót, mandulát, sőt még közönséges diót is. Bármelyiket is választ, a folyamat szinte mindegyiknél ugyanaz. Kezd a nyers hozzávalóval, adjál hozzá vizet, és hagyd ázni éjszakára. Szűrd le a vizet, tedd a kesut a blenderbe, és adjál hozzá szűrt vagy forrásvizet. Hagyd dolgozni a gépet egy pár percig, addig, amíg krémes és puha állaga lesz. Majd egy ilyen kis jópofa szűrőzsákot használunk, amivel átszűrjük a tejünket, amit egyébként a juicetippek.hu oldalon tudtok megrendelni. Bármilyen más otthoni szűrő is megteszi, de higgyétek el, ez megkönnyíti a feladatot. Nem egy drága dolog, így ha komolyan gondoljátok a növényi tej készítését, akkor érdemes beruházni egyre. Használd a kezed, és préselj ki belőle annyi folyadékot, amennyi csak lehetséges, és ami a végén marad, az a pép. Ebben az esetben a kesupépet használhatod a smoothiethoz, vagy ha kiszárítod, akkor lisztként is használhatod. Nincsen semmi veszteség, ami, valljuk be, király. Öntsd át a tejet egy légmentesen záró üvegbe, és hűtőben akár 3-4 napig is eláll. Ezek a tejek gyakran leülepednek, mivel nincsen bennük karagén, de ez egy természetes folyamat, ilyenkor csak rázzuk fel, és már lehet is fogyasztani. A kesutej hasonló a mandulatejhez, de egy kicsit krémesebb és kevésbé érezni azt a dióízt. De most készítsünk egy kis kókusztejet, amihez tényleg nem kell más, csak egy kis szárított, édesítetlen kókuszreszelék. Természetesen a növényi tejeket is egy kicsit fel lehet turbozni, így a mostani kókuszunkhoz adunk egy kis epret. Meghagyhatod natúrnak is, vagy használd bármelyik hozzávalót ízesítőnek, amit ebben a videóban látsz. Az elkészítés itt is nagyon egyszerű, csak áztasd be pár órára a kókuszreszeléket, nem, ezt nem kell egész éjszakára így hagyni. Öntsd bele a blenderbe, add hozzá az ízesítést, és mixeld pár percig. Ha sima kókusztejet szeretnél, akkor csak egyszerűen hagyd ki belőle az epret. Semmi más nem szükséges változtatni. Szűrd le a tejedet egy szűrőzsákon, és voilà, kész is a természetesen édes, otthoni kókusztejed. Na már most. Az epres kókusztejet legtöbb esetben önmagában fogyasztjuk, vagy smoothiehoz adjuk hozzá, de hogyha sima kókusztejet készítünk, akkor azt használhatjuk curryhez is, levesekhez, vagy főzésre. A következő állomásunk a rizstej, fahéj ízesítéssel. Rizstejet készíthetsz főt vagy akár nyers rizsből is, fehérből vagy barnából is. Én a nyersnek az ízét szeretem, és a fehéret preferálom. Most fehér, nyers, hosszú szemű rizst használok, amit beáztatok éjszakára, majd másnap leöntöm, hozzáadom a blenderhez, felöntöm tisztított vagy forrásvízzel, adok hozzá fahéjat, egy csipet sót, és már turmixolom is. A rizstejnek alapvetően enyhe íze van, könnyű és egy picit természetesen édes és kitűnően harmonizál a fahéjjal. Na, valaki egy kortyot? Matcha zabtej. A zabtej az egyik kedvenc növényi tejfajtám, és manapság egyre népszerűbb. Az alapösszetevő zab, természetesen. Én személy szerint soha nem áztatom, de vannak, akik úgy szeretik és beáztatják pár órára. Csak beleszórjuk a zabtejet a blenderbe, felöntjük forrás vagy tisztított vízzel, hozzáadunk jó minőségű macsát, ami akkor jó, ha élénk zöld színe van, aztán csak ezt is turmixoljuk pár percig. Ha sima, ízesítetlen zabtejet csinálsz, akkor annak elég erős zabíze van, amit én kifejezetten szeretek. Persze ez függ a felhasználástól is, akárhogy is. A zabtej testes, ízes és nagyon sokféleképpen felhasználható. Nagyon jó opció. Kékáfonyás kendertej. Ennek nem szükséges áztatás, ami azért felgyorsítja a dolgokat. A kender erősen gyulladásgátló hatású és nagyon magas omega-3 zsírsav és protein tartalma van. Keverd össze a nyers kendermagot egy kis vízzel és kékáfonyával, és már lehet is turmixolni. Szűrd és tálald. A kendertejnek egy kicsit diós íze van. Az itt bemutatott összes növényi tejre igaz, hogy változtathatod az állagát a hozzáadott víz mennyiségével. Kevesebb vízzel testesebb, ízesebb lesz, míg kevesebb vízzel veszít a textúrájából, és az íze is kevésbé felismerhető lesz. Ezt a tejet legjobb magában fogyasztani, főleg ezzel a kék áfonyával. Vaníliás szójatej. Amikor szójatejet készítünk, a legfontosabb faktor
a szójabab. A jó minőségű, érett szójababból kapjuk azt a szép, fehér szójatejet. Áztasd be a szójababot éjszakára. Figyeld meg, hogy mennyi vizet szív fel, jól meg kell, hogy duzzadjanak. Szűrd le, majd adjál hozzá forrás vagy tisztított vizet, és mehet is a turmix gépbe. A szójatej az egyetlen, amit melegíteni kell, hogy egy kicsit segítsük az ízét. Öntsd a turmixot egy edénybe, és kezd el forralni. Vedd le a hőfokot takarékra, és főzd lassú kavargatás mellett 15-20 percig. Minél tovább főzöd, úgy veszíti el keserű ízét, és nyeri el édességét. Szedd le a habot a tetejéről, hagyd egy picit hűlni, majd utána meggyúszhatod a szójatejet. Öntsd a tejet a szűrőzsákba, egy kis vanília kivonattal együtt, szűrd meg, és már élvezheted is csodálatos ízét. És tessék! Nem fogok hazudni, szójatej függőségem van, ezt szinte minden nap tudnám inni. Még önmagában simán ízesítés nélkül is van egy természetes édes íze. Amit még meg szeretnék ma osztani veletek, az az édes szezámtej. Áztas vízbe pár órán át nyers szezámmagot, majd turmixold meg vízzel és datójával. Már ismered a dörgést. A datoja egy természetes édesítő, amit nyugodtan hozzáadhatsz a többi növényi tejhez is. De párosítva a datoja a szezámmaggal, hú, ez engem a karamellre emlékeztet. És készen is vagyunk mára a 7 növényi tejünkkel, de ne feledjétek, mindig legyetek intuitívek és kísérletezgessetek otthon. Mert határokat csak a fantáziátok szabhat. Egészségetekre!